Ugye rögtön feltették a kérdést, hogy minek beszélünk a Szent Korona történetéről, a magyar történelem legfontosabb tárgya erről. Már nyilván mindent kikutattak, 400 éve a 17. század eleje óta születnek róla munkák, lehet-e még újat mondani? Hát természetesen lehet, mert Tóth Endre könyve mutatja, ha ilyen vaskos könyvet lehet írni csak magáról a tárgyról, akkor bőséggel lehet újat mondani. Olvassák el a könyvet, akkor meg fogják tudni, hogy mit tudunk a műkincsről, a tárgyról, legfőbb nemzeti erekjénkről, annak legcsodálatosabb, legújabb fotói segítségével. Én most amire vállalkoznék itt ebbe az előadásba, az egy kicsit más terület, a történetéről beszélnék, és a történetéből hoznék néhány érdekességet, és hogy miért foglalkozom vele? Hát azért, mert a 2010-es évekig jól lehet magát a Szent Koronát, mint a tárgyat sokat kutatták, a történetével kevesebbet foglalkoztak, sokat kutatták a keletkezését, amiről a legtöbb vita van, és ott még mind a mai napig nagyon sok a rejtély, viszont a modernebb kori történetét, a 15-től a 20. századig való történetét kevéssé vizsgálták. Én ezért hoztam létre 2012-ben egy kutatócsoportot, mint láthatják a Lendület Szent Korona kutatócsoportot, amelynek az a legfőbb feladata, hogy a korona és a koronázási jelvények históriáját Mohácsi csatától, tehát az utolsó székesfehérvári koronázásoktól 1916-ig, az utolsó magyar koronázásokig, ugye amely Budapesten volt 4. Károly koronázása, ezen időszakban vizsgálja. Hogy lehet-e újat mondani, azt majd meglátják a végén, hogy van-e újdonság önöknek az előadásomban. Miről is lesz tehát ma szó itt Király Helmecen? Szeretnék olyan témákról beszélni, ami sokakat érdekel, és ezért kiválasztottam több témát. Egyrészt, amit azonnal megkérdeznének, ha kihagynám az előadásból, tehát igazat mondtam, hogy mikor ferdült el a Szent Korona keresztje. Aztán azt nézzük meg, hogy mióta használjuk a Szent Koronás magyar címert, amely minden magyar állampolgár személyigazolványán is látható. Majd pedig arról, hogy mikor legitim egy koronázás, tehát hogy mi az érettségi, magyarországi érettségén a helyes válasz, hogy mikor törvényes egy magyar király koronázása, és van-e olyan koronázóváros, amelyet elfeledtünk, főleg a 17. századból. Aztán egy nagy blogban megnézzük, hogy a Szent Korona hol járt külföldön, és végül járt-e Király Helmec közelében, vagy akár járt-e Király Helmecen, mert itt jöttünk, korona élelmiszerbortot láttam, ugye van koronakút, volt-e Király Helmecen a korona, vagy legalább a közelben, ha volt, az mikor volt. És hadd szenteljem ezt az előadást Bogoly János emlékére, mert neki köszönhetően lehettem itt 12 évvel ezelőtt. Tehát akkor kezdjük még azzal, hogy miként az Országház könyvkiadó is team munkában dolgozik, én is egy tímet vezetek, a Lendület Szent Korona kutatócsoportot, amelynek, mint látták, az a feladata, hogy kutatjuk a korona történetét, és többek között azért is kutatjuk, hogy a motivációkról még hadd tegyem hozzá, hogy azért is szerettem volna a koronával és a koronázásokkal foglalkozni, mert a magyar tudományosságnak ez a modernkorra vonatkozóan, tehát a 16-20. Századra vonatkozóan egy nagy adóssága volt, hiszen talán tudják, hogy a koraújkorban, tehát a 16-19. Században Pozsonyban voltak, maguknak tudni kell, hiszen tanulják az iskolában a magyar uralkodó koronázások, és a pozsonyi uralkodó koronázásoknak a történetét nem magyarok írták meg, hanem Stefan Holcsik, egy szlovák pozsonyi lokálpatrióta, régész és történész, és szerettem volna, hogy ezt a kutatást mi kiegészítsük, és a magyar tudományosság is hozzátegye ehhez a magáét. Tehát mégse szlovák kollégáink írják el előlünk a magyar Szent Korona legfőbb főszereplésének történetét, de hozzáteszem, ezt rögtön úgy tesszük, hogy a szlovákokkal együttműködésben, tehát a kutatócsoportomnak van pozsonyi szlovák tagja is, nem is egy, hanem többen is, és ezért végeztünk levéltárakban, múzeumokban kutatásokat, tartunk róla előadásokat, nem csak Oxfordban, Párizsban, Moszkvában, hanem Király Helmecen is. Mi is kiadtunk egy sok-sok könyvet és kiadványt a korona történetéről. Kiállításokat szerveztünk többek között még Pozsonyban és Körmözbányán, és nemzetközi kapcsolatban vizsgáljuk ezt a történetet. Nézzük akkor a mai témánkat. Mikor ferdülhetett el a Szent Korona keresztje? Mert hogy nem volt mindig ferde a kereszt,
Itt ezen az ábrázoláson, a legkorábbi színes ábrázoláson, amely Tóth Endre könyvében is látható, még egyenesen szerepel. Ki mikor tippel. Szoktam itt egy játékot játszani az előadásokon, hogy fölmérjem a hallgatóság tudását. Mikor ferdülhetett el a Szent Korona keresztje, aki a legközelebbi helyes választ adja, az egy szép Szent Koronás könyvjelzőt kap. Tehát hadd vonjam be a hallgatóságot. Bátran. Lehet tippelni, nem kell évre pontosan, lehet századra pontosan. Ugye a Szent Korona nem tudjuk, hogy mikor keletkezett, de a legoptimálisabb esetben már a 11. században megvolt, ugye a tárgy. 11. és 21. század között mikor ferdült el a Szent Korona keresztje? 14. Tessék? 14. Valaki 19 mondott, 13, 16, 1608. Jó, az 1680 a legközelebb. Legalábbis a 16. század egy picit távolabb van, de az úr is kap egy könyvjelzőt annak örömére, hogy ez az ábrázolás a 16. században készült, a Szent Korona legkorábbi hiteles ábrázolása. Ez önmagában is nagyon érdekes, mert erről egy külön kis könyvet is közzétettünk. Most elég annyit, hogy ez az 1550-es évek közepén még egyenes volt a kereszt. 1618-ban is egyenes volt a kereszt, tehát 1608 az már nagyon közel áll a helyzethez, a eddigi előkerült legkorábbi hátulnézeti ábrázoláson. Sőt, ha megnézzük 1625-ből, harmadik Ferdinánd koronázási portréját, akkor ha ezt a nagy festményt itt eredetiben látnánk, azon is egyenes a kereszt. Az 1613-ban megjelent első nyomtatott ábrázoláson is egyenes a kereszt, és az 1790-es években viszont észrevették, hogy már ferdel. Tehát az első ábrázolásaink többsége egyenesnek mutatja. Egyébként hozzá kell tenni, hogy a középkorból valójában érdemi ábrázolás nincs róla, csak uralkodóink pénzén látható, de ott is egyenesen szerepel, és ezek az ábrázolások egymástól függetlenül készültek, tehát nincs olyan, hogy 10 ember egyenesnek lát egy ferdekeresztet természetesen, tehát eredetileg egyenes volt, elferdült. Mikor ferdülhetett el? Erre most van egy elképzelésünk, hogy mikor történhetett ez az esemény. A kutatás során ugyanis különleges dokumentumok kerültek elő, amelyek összefüggnek a magyar parlamentarizmus történetével is, hiszen a koronázásokat mindig Magyarországgyűlések idején tartották, tehát a koronázás és országgyűlés mindig összekapcsolódott, ezért koronázó országgyűlésekről beszélünk. Mint említettem, ezeket 1563-tól Székesfehérvár ugye török kézre kerül 1543-ban a koronázóváros, Buda pedig 41-ben a magyar főváros, és 1563-tól a koronázásokat többnyire Pozsonyban tartják, és a pozsonyi koronázások idején veszik elő mindig a koronaládából a koronázási jelvényeket, és hozzáteszem még azt is, hogy a koronázási jelvényeket nem csak a királyok, hanem a királynék koronázására is előveszik. Miért? Tudja valaki? Miért kell a királynék koronázására a Szent Korona? Igen, ki mondta? Szuper, a vállát érintik. Miért a vállát? Köszönöm a segítséget. Miért a vállát? És melyik vállát? A jobbat. Miért a jobbat? Hát van itt olyan, akinek nincsen felesége? Vagy akinek van, az segítsen már nekem. Ugye, mert a házasságban... Tessék? Így van, de a jobb oldali támasz. Tehát a feleség az uralkodásban a támasz, a császárnak vagy királynak a császár és királyné a támasza, a férjnek ugye a feleség a támasza, és ez szimbolizálja a jobb oldal, jobb vállának az érintése. Egyébként azért a jobb, mert a jobb mindig az előkelőbb oldal. Tehát a jobb vállát 1563-ban már Mária királynénak Pozsonyban a jobb vállát érintették a Szent Koronával. Nem tudjuk, hogy így volt a középkorban, de nagyon valószínű, hogy egy korábbi hagyományt visznek tovább. Magyarul
felesége a kormányzásban segíti az uralkodót, ezt a ceremónián szimbolikusan is bemutatják. Egyébként magyar sajátosság, sehol máshogy nem tudunk ilyen jellegű hasonlót, a Szent Koronának ez egy különleges adottsága és különleges ritkasága. Ez viszont azt jelenti, hogy minden királyné koronázásra is elő kell venni a koronaládából a koronázási jelvényeket. A koronaládát mindig bezárják, és a kulcsát az uralkodó kapta meg, a terem kulcsát, a pozsonyi terem kulcsát pedig a koronaőrök, csak hogy itt egy baki történt, rossz kulcsot hoztak a ládához Bécsbe, és fel kellett törni a koronaládát, és erről egy parlamenti képviselő feljegyzést készített. A pozsonyi dom sekrestjében vagyunk, ugye ma is megvan ez a sekrestje, és leírja, hogy ott volt az koronaládástól, Trautmannsdorf uram, ő hozta a kulcsot, a bécsi császári miniszter egy skatulyát hozza, kiben egy néhány kulcs volt, felül skatulyán az volt írva, hogy a magyarországi koronaládának kulcsai, de nem az volt. Próbálgatták az ládát, de semmiképpen meg nem nyithatták. Lakatosokat hívtak, lakatosok nagy sok veszekedéssel a ládát felszaggatták, aztán a nádor, a magyar miniszterelnök kivette a palástot, kivette a cipellőst, akkor még megvolt a koronázási cipő, azt később elveszett, de aztán újra felfedeztük, Szent István király pallosát, a koronázási kardot, megvan ma a parlamentben, az aranyalmát, az az országalma, egy kis bőrerszényben, bőrerszény nincs meg, az aranyalma, az országalma megvan, a szeptromot, amely a jogart jelenti, aztán koronát tokostul, az koronának az felső résztokját palatinus urunk felvevé, az alsó részéből soha semmiképpen palatinus urunk az koronát ki nem veheti, hanem egy kést kére, Zálkány András adá az kését oda. Egyébként ő itt a felső-magyarországi régió Borsod vármegye követe volt, avval hasítál le szériben egy darabot, úgy vevé ki aztán az alsó résztokból az koronát palatinus urunk, hiszen a koronát egy tokban őrizték, de ahogy feltörték a ládát, a tok is sérült, és a korona benne ragadt. Nagy valószínűség szerint, ezt tartjuk ma legvalószínűbbnek, ekkor ferdülhetett el ennek a ládának a feltörésekor a Szent Korona keresztje, és sérülhetett meg maga a tárgy is. Ez a korona láda ma nem a parlamentben van, tehát a láda és a palást ott maradt a Nemzeti Múzeumban, míg a koronázási jelvényeket a parlamentben tekinthetik meg, a ládát a Nemzeti Múzeumban. Ezt a ládát 1608-tól 1930-as évekig használták. A történész nem tudja megmondani, hogy hogyan is történt a láda a feltörése, hiszen csak a forrásokat tudja rekonstruálni. A bulvár sajtónak ez nem probléma, tehát a Blick az megrajzolta a kutatásaink alapján a láda feltörését, hogy a kereszt hogyan is ferdülhetette. Majd a magyar televízió is tett rá egy kísérletet. Természetesen ez pontosan ennyire precíz módon nem tudjuk. Azt azonban tudjuk, hogy 1638-ban mind a ládát föltörték, mind a koronát valószínű, mind a ládát javítani kellett, mind a korona számára új tok készült, és arról is van még feljegyzésünk, hogy egy pozsonyi könyvkötő készítette el a koronának az új tokját, 10 forintot kapott érte, az nagy pénz volt, mert egy gyalogos katona, havi zsoldja, az 2 forint volt, tehát jól megfizették a gyors munkáért, és nagyon gyorsan kellett dolgozni, hiszen a koronázás február 12-én volt, és február 24-én már kifizették neki az új tok elkészítését, valószínű eközben kellett a koronát is reparálni. Hogy miért nem mondom egészen 100% biztonsággal, mert 10 évvel ezelőtt még azt sem tudtuk, hogy a ládát föltörték, tehát ez egy új kutatási eredmény, sőt a 10 év alatt aztán kiderült, hogy még legalább, itt láthatják, még legalább 4-szer törték fel a Szent Korona ládáját, mert ugye nem nyílt ki a láda, 1784-ben nem érkezett meg időben a kulcs, 1848-ban nem volt ott a kulcs, 49-ben szintén nem sikerült kinyitni, és amikor épül a parlament 1896-ban, mintként itt a könyvekből is megtanulhatják, a milleniumi ünnepségek idején a parlamentbe, az épülő parlament kupola csarnokába átvitték a Szent Koronát, a Budai Várból, ahol már ekkor hagyományosan őrizték 1790-től, akkor sem nyílt ki a láda. Az az érdekes az öt történetből, hogy az 1638. évi eseményt, azt csak a 10 évvel ezelőtt tudtuk meg, ezt néhány éve, ezeket a visszaemlékezésekből azonban nagyjából ismerettük. 1896-ban azonban már másnap mindenki tudta, hiszen a sajtó, a modern sajtó azonnal megírta az eseményt. Mintha ma történne vele, valószínű ma is másnap a
ha valamelyik politikus elkotyogná, ha baleset történik a koronával, mint 2000-ben is egyébként történt, de nem kotyogom el, hogy mi, majd megtudják egyszer miniszterelnök úr vagy köztársasági elnök úr visszaemlékezéséből, mindig történhetnek bakik, a bakikat nem hozzák nyilvánosságra, a bakik csak akkor kerülnek nyilvánosságra, ha azt valaki elárulja. És ugye nem tudhatjuk, hogy a koronázások során történhet-e még más hasonló. Egyébként itt ez a képes lap, amely bemutatja a korona különleges pecsétlési ládáját, itt fölül zárták be, ennek volt a kulcsa mindig az uralkodónál. Erről kutatócsoportom egyik tagja szép könyvet is írt az utolsó magyar koronázásról, amely önmagában is nagy figyelmet érdemel. Nézzük akkor, hogy mióta használjuk a mai magyar címert. Második játék, vagy már a harmadik, negyedik, lehet. Mióta van ez a magyar címerünk? Tessék? Mátyás kora, Mátyás uralkodása óta. Ugye Szent Koronás magyar címer, nem figyelt az úr teljességgel az előadásomra. Mátyás kora óta? Igen. Annak az átvásárló, az azt jelenti, hogy vissza kell menni egy kicsit, mondjuk rá a 13. 14. századba. Nem tudom, pontosan. 14. század, 15. század még? 1600, az 1600. Jó, az nagyon közel van. Ön mondta? Ugye azért mondtam, hogy nem figyel teljességgel a kollega úr, mert hogy szerepelt a legkorábbi ábrázolása a Szent Koronának, ami 1550-es évek. Tehát 1550 előtti válasz föl sem merülhetett. Az Árpádsáv, azért mondtam, hogy nagyon figyeljenek, mert az Árpádsávos magyar címer a hármasalommal, ez a címer természetesen megvolt már a középkorban. De ugye most mi a Szent Koronás címert viseljük, és a Szent Korona legkorábbi színes ábrázolása 1550-ből ismert, akkor 1550 előtti választ nem kell adni, de nem baj, azért vagyunk itt, hogy megvizsgáljuk, hogy ez mikor is keletkezhetett. Ez egy koronázási zászló, a koronázásokon tehát visznek különböző zászlókat. Milyen zászlókat? A magyar koronához tartozó országok zászlait, amely azért is érdekes számunkra, mert összefügg a Szent Koronás zászlók története a parlament történetével. Ha ma megállnak a Kossuth téren, milyen címereket látnak ott a parlament főbejárata fölött? Ez tudom, ez nehéz. Ez csúnya kérdés, mert ez először, ezt már a következő előadáson kellett volna föltenni, ahol már elolvasták a parlament történetét. Ugye, ha ma megállnak a parlamenttel szembe, akkor látják a magyar címert, ugye pont ezt a Szent Koronás kis címert, látják a Dalmát címert, a Horvát címert, a Szlavon címert, látják az Erdély címert és Fiume címerét. Tehát olyan országokat, amelyek a magyar koronához tartoztak a középkor folyamán, és amelyek, amikor a parlament épül, a magyar királysághoz egykoron tartoztak. Ezeknél azonban jóval többet reprezentáltak a koronázások alkalmával. A 16. századtól minden egyes koronázáson vitték a magyar koronához tartozó országoknak a zászlait, nevezetesen azon zászlókat, amelyek a magyar uralkodók címsorában benne voltak királyságként. Tehát Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Bosznia, Szerbia, Halics, Lodoméria vagy Volhinia, Kunország és Bulgária zászlói, hiszen a középkor folyamán ezen területek királyi címét részben ténylegesen, részben igénycímként a magyar uralkodók viselték, mint ahogy Anglia királynője is visel egy csomó egyéb címet, vagy a szultánok is, vagy az orosz cárok is, tehát igénycímeket viselnek, és a magyar királyok kifejezték, hogy ezen országok trónjára igényt tartanak, és ez a hagyomány, hogy ezeket az országokat viszik, és egy magyar birodalmat testesítenek meg, részben a 20. századig fennmaradt, és ennek köszönhetően a 16. századtól vitték ezen zászlókat, és az a különlegessége, hogy a koronázások után, aki ezt a zászlót viszi a koronázáson, méghozzá magyar arisztokratákról van szó, azután a zászlót hazavihette, emlékbe.
Tehát a koronázásnak vannak állandó kellékei, a koronázási jelvények, vannak reprezentatív tárgyai, amelyet szétosztanak a nagy közönségnek, mint például koronázási emlékérmeket, és vannak koronázási zászlók, vagy más egyéb tárgyak, amelyek pedig a ceremónia résztvevői vihetik utána haza. Például az esztergomi érsek mindig kapott egy szép gyémánt gyűrűt, ezekből sajnos nagyon kevés maradt meg, de a zászlókból képzeljék el, elkezdtük kutatni, hogy megvannak-e ezek a zászlók. És le akar állítani engem a... Bezáratom, ugye? Remélem sikerül. Ezen zászlókat, mivel hazavihették, megpróbáltuk megtalálni, és ezt a zászlót sikerült is, mivel Esterházy Miklós a későbbi nádor vitte, egyébként ugyanaz a személy, aki a koronaláda feltörésekor kivette a ládából, ezért utána nyomoztunk, és az Esterházyak ma Ausztriában őrzött kincstárában sikerült a zászlót megtalálni. Ilyen volt restaurálás előtt, és ma ilyen restaurálás után, amit azóta az osztrák kollégák kiállítottak, tehát 1618. július 1-én II. Ferdinánd pozsonyi koronázásáról maradt fönn a legkorábbi zászló, ezen már látható a Szent Koronás magyar címe, ez a legkorábbi ilyen emlékünk, de rögtön hozzáteszem, hogy ez tárgyi emléken a legkorábbi, a kutatások szerint 1608-tól már ezt a címeres Szent Koronás magyar kis címet használjuk, tehát 1608 a helyes válasz, azóta ugyanaz a magyar címe, ugye kisebb megszakításokkal, mint mondjuk tanácsköztársaság, káderkorszak, stb., de nagyjából, vagy a Kossuthék által levett korona a címerről, nagyjából ez a magyar címerünk, erre méltán lehetünk büszkék, és ugye erről is publikáltunk utána egy hatnyelvű kiadványt, hogy megtudják ezt a különlegességet, mint szlovákok, szerbek, horvátok, angolok, magyarok. Tehát ezen is még egyenesen áll a kereszt 1618-ban, ami igazolja, hogy később ferdőletette. És ugye nagyon büszkék lehetünk, hogy a magyar alaptörvényben Magyarország címerére ugyanaz, mint 400 évvel ezelőtt. Hát kisebb változás ugye a kereszt elferdülése, és még egy-két kisebb sérülés érte a koronát, de minden magyar méltó módon lehet büszke arra, hogy ugyanazt a címet használjuk 400 éve. Ilyen nagyon kevés állam történetében rögzíthető az európai kontinensen. Sőt, a kutatásnak köszönhetően a kutatócsoport felfedezte a legkorábbi horvát zászlót is, mert ugye látták, hogy a Horvátország zászlajáit is viszik, ugye ilyen zászlókkal szurkolnak ellenünk a horvát-magyar vízilabda meccsen, és most a horvátok nagyon örülnek, hogy egy magyar kutatói tím felfedezte az ő legkorábbi zászlójukat. Tavaly a pandémia ellenére ez a zászló kismartoni Esterházy kincstárból eljuthatott Zágrába, és ha jóisten is úgy akarja, állítólag decemberben Budapestre is érkezik. Egyszer egyébként 1896-ban az említett milléniumi ünnepségek idején már volt Magyarországon. Harmadik játék. Koronázó városok. Hány koronázó város volt a magyar történelemben? Vagy mikor legitim egy magyar uralkodó koronázása? Igen, de hol? Székesfehérvárat. Szent Koronával? Az esztergomi. Érsek. Szuper. Ez volt a helyes válasz, amikor én érettségiztem, ma már nem ez a helyes válasz, és ennek járunk utána, hogy miért. Hát azért nem, mert a magyar történelemben nem egy koronázó város volt, hanem öt. Ugye Szent István még Esztergomban koronázták, aztán a középkorban valóban Székesfehérváron történtek a koronázások, valószínű a 11. századtól egészen 1527-ig, első Ferdinánd koronázásáig az utolsó királykoronázás, sőt 1539-ben még Izabella királyné Szapolyi János feleségét is Fehérvárat koronázták, és ugye utána jönnek a pozsonyi koronázások, és utána negyedik városként még jön, ki mondja meg, hogy mit látunk, melyik város, melyik? Sopron. Ki mondta a Sopron? Mindegy. Akkor most senki nem kap, kivételesen, mert
nem maradtam pontosan. Sopronban volt három királyné és király koronázás, 1525-ben harmadik Ferdinándot, 1522-ben és 81-ben egy-egy királynét koronáznak, és itt még egy olyan különleges dolog is történt, ami a magyar másik koronázó városokban szinte soha, hogy 1622-ben és 81-ben a nádor, azaz a miniszterelnök kimutatta a koronázás jelvényeket a soproni városháza ablakán, és először megnézték a parlamenti képviselők benne a parlament épületében, ez volt akkor a parlament épülete, és utána, hogy a nép is lássa a koronázás jelvényeket, kimutatta az ablakon, és a nép nagyon örült ennek. Hasonlóra csak 1790-ben Budán került sor, sehol másot nem ismerünk hasonló tradíciót. Pozsonyban ilyenről nem tudunk, tehát Sopron büszkélkedhet azzal, hogy a koronának speciális közszemlei volt, mintha az ablakon mutatná ki. Szoktam mondani előadásomon, nem akarok a politikusoknak ötletet adni, hogy minden augusztus 20-án a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök kimutassa, ugye ma már műkincs, de annak idején ugye ez egy használati tárgy volt, koronázás előtt mind a politikusok, mind a nép szerették megnézni. Tehát a korona, ez volt a negyedik koronázóváros, 1792-ben már koronáznak Budán, első Ferencet, ez az ötödik koronázóváros, és ugye Soprahoz még visszatérve, az épület ma már nincs meg, hiszen a városházát lerombolják 1890-es években, és új városház épül, de az ajtaja még megvan, ami ma a Soproni Levéltárnak az ajtaja. Erről egyébként egy külön kis könyvet is írtunk a Szent Korona Sopronban címmel, és a soproniak nagyon büszkék, hogy nem csak a leghűségesebb magyar városról van szó, ugye Trianon után visszakerülhetett, vagy Magyarországon maradhatott, hanem Magyarország egyik koronázó városa is. Tehát akkor a helyes választ az érettségén, még az én időmben is ez volt, Székesfehérvárot a Szent Koronával az esztergomi érsek. A mai helyes válasz ennél bonyolultabb, ugye Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Sopron, Buda, ami önmagában jól jelzi, hogy a magyar történelem milyen viharos. A magyar történelem fordulópontjait is, csak ez a kis történet ez is fölvilágítja, megvilágítja, sőt Budán két koronázó templom volt, az első koronázáson 1792-ben még a Mária Magdolna vagy Ferences templomot, a mai helyőrségi templomot használta, és csak az utolsó koronázásokon első Ferenc Józsefén és negyedik Károlyén használták a Mátyás templomot, ami azután a koronázó főtemplom nevet kapta. Sőt, a téren is új dolgok derültek ki, hogy csak az esztergomi érsek koronáz-e. Nem. A középkorban igen, de később nem. 1527-ben már tudjuk, hogy a nádorral együtt koronázott, mert akkor a nádor Bátor István egy nagyon markáns politikus volt, és szerette volna kifejezni, hogy ez egy egyházi ceremónia ugyan, de a világelit, tehát a magyar főnemesség, nemesség is részt vesz a koronázás szertartásában, és képzeljék el, hogy ő akkor nagyon rossz állapotban volt, mert hordszékben vitték, de még hordszékben is ragaszkodott ahhoz, hogy szeretne részt venni a koronázásban, részt is vett, ketten helyezik a koronát az uralkodó fejére. Utána az esztergomi érsekek utódai mindent megtettek, hogy ilyen még egyszer ne forduljon elő, és másfél századon át sikert is értek el az esztergomi érsekek. Meg tudták akadályozni, hogy a miniszterelnök, a nádor részt vegyen a koronázásban. 1687-ben azonban jött egy másik markáns politikus, úgy hívták, hogy Eszterházy Pál, akit talán sokan ismernek, zeneszerető magyar politikus is volt, és a 17. század végének egyik legkiválóbb politikusa, ő újra el tudta érni ezt a pozíciót, tehát hogy együtt koronázott az esztergomi érsekkel, megmaradt az egyházi ceremónia, de ettől kezdve minden magyar koronázáson az egyházi ceremónián az egyházi és a világi elit képviselője, az esztergomi érsek és a nádor közös helyezte a koronát. Tehát öt koronázóváros volt, változott a koronázó személye, több alkalommal, de a Szent Korona nem hiányozhatott, akinek a Szent Koronát nem a Szent Koronát helyezték a fejére, az nem volt Magyarország legitim királya. Tehát egy kicsit még az új kutatások az érettségi tételt is árnyalták, és jól bizonyítják, hogy a magyar történelem milyen fordulatos volt, akár a török hódítás, vagy a 17. századi polgárháborúk idején, és utána hogyan lesz Buda újra főváros. Nézzük a negyedik témánkat, az utolsó előtt, itt a Szent Korona 11 külföldi útját. Azt nézzük meg, hogy miért vitték el, hol volt legtöbbször, hol volt legtávolabb, hogy tért haza, törvénytelenül viszik el az országból, és akkor rögtön egy újabb játék, hogy mikor volt leghosszabb ideig távol a Szent Korona Magyarországtól.
második világháború után. Mindenki ezt mondja, a válasz nem helyes. De mikor? 17. század vége, törökök elő, volt sokszor, de ez sem helyes válasz. Mária Terézia idején nem volt külföldön a korona, ez sem helyes válasz. Már megért eljönnöm, mert akkor tudok újat mondani, még lehet egyet tippelni, akkor senki többet, harmadszor, akkor a helyes válasz a 16. század, mert ha megnézzük, hogy mikor volt legtávolabb, leghosszabb ideig a korona, akkor 1551-től 1608-ig két koronázást kivéve Bécsben, majd Prágában volt a Szent Korona, tehát a 16. század vezet, ugye a 20. századához legközelebb, és azt gondolnánk, mert akkor nagyon sokat távol volt, hogy akkor volt, mint láthatják, 11-szer volt távol, többnyire a nyilvánosság kizárásával gyorsan vitték el, majd mindjárt meg is nézzük, hogy hogyan történtek. A legkorábbi az egy Tromviszáj idején volt, 1205-ben már a középkor idején, tehát a Habsburg, az Árpád házon belül Tromviszáj tört ki, és egy királyné elraboltatja a koronát, viszi el Bécsbe, majdnem háború lesz Magyarország és Ausztria között, de sikerül visszaszerezni, néhány évig van ott a korona. Menekítik a tatárok elől egészen a Dalmát tengerpartig, tehát ma a magyarok ugye minden nyáron oda utaznak, hát 700 kilométert kellett vinni a tengerpartra, ez egy nagyon komoly utazása volt a koronának, és sokáig tartott. Aztán a 14. század elejé Tromviszáj idején elviszik egészen Brünnön át Prágáig, majd Ausztrián keresztül kerül vissza, és még egy szép nagy erdélyi utat is bejár. A negyedik visszaszerzés, amely szintén egy hosszú külföldi távollét, amikor Hunyadi Mátyás szerzi vissza, 1440-ben ismét egy királyné raboltatja a koronát, ez nagyon híres, mert erről egy női visszaemlékezés is fennmaradt, ekkor Ausztriában Bécsújhelyen őrizték. A leghosszabb az a 16. századi távollét, amikor Szapolyi János Zsigmond visszaadja első Ferdinándnak a Szent Koronát Erdélyben, és egy nagy körutazást tesz Magyarországon keresztül, és Bécsben majd Prágában őrzik, és 1608-ban szerzik vissza, amikor visszaszerzik Prágából, ugye akkor Pozsonyba kerül a korona, és akkor kerül rá a magyar címerre, ez a magyarázata tehát, hogy 1608-tól ugyanaz a címerünk, és ezért van 1618-ban már a zászlónkon. Jól tapogatózott valaki, hogy a török elől is többször kellett menekíteni, így viszik el 1663-64-es török háború idején Pozsonyból Bécsbe, majd 1683-ban, amikor a törökök másodszor ostromolják Bécset, akkor nem csak Bécsbe, hanem egészen Németországba, akkor még Passauba is, Németország területére is eljut, ez egy hosszú utazása volt a koronának. A Rákóczi szabadságharc idején is Pozsonyból Bécsbe menekítik a kuruc csapatok elől, a Habsburgok pártján kitartó magyar nagyurak. 1784-ben II. József Pozsonyból rendelettel elviteti Bécsbe, majd innen már Budára tér vissza, tehát az új őrzési helye Buda lesz. Aztán, amit talán kevesen tudnak, hogy vagy sokan tudnak, hogy a szabadságharc után elássák Orsova mellett Szemere Bertalan miniszterelnökék a Magyar Szent Koronát, ott 4 évig a föld alatt senyvednek a koronázási jelvények, sikerül egy titkos rendőri akcióval megtalálni. Először Budára szállítják, de a fiatal Ferenc József szerette volna ezt a megnézni legalább a tárgyat, ezért kivitték Bécsbe, megtekinti az uralkodó, de akkor még nem merül fel a fejében, hogy a fejére is kellene tenni, ugye még nem történik meg a magyarokkal a kiegyezés, ugye a bakrendszer közepén vagyunk, és arra még 1867-ig várni kell, de itt másfél napig külföldön tartózkodik a korona, és amire az úr utalt, az amerikai, németországi, majd amerikai távollét talán a legjobban ismert, hiszen többnyire sokan megéltük a visszahozatalát gyermekként. Én is néztem 1978-ban, hogy hogyan közvetíti a magyar televízió a visszaadást, vagy a parlamentben való átadást. Ma már azt is tudjuk, hogy az élő adás az 2 órai késéssel került a magyar televízióba, hiszen a magyar kommunista titkosszolgálat nem volt biztos abban, hogy mit mond el az amerikai külügyminiszter, és ezért megvárták a beszédet, hogy nincsen benne valami kényes, ami a román-magyar
internacionalista barátságot sérti, nem volt benne, mert a külügyminiszter kiúszta a repülőn, mint ez az új kutatásokból kiderült, és utána élőben megnézhettük, élőben, idézőjelben téve, két óra késéssel az élő tudósítást. Az már csak pikantéria, hogy apró Antal vett át a Szent Koronát a magyar parlamentben. Tehát a magyar Szent Korona 11-szer volt tehát külföldön, a legrövidebb az egy másfél napnyi távollét volt, és a leghosszabb a 16. századi. Minket is meglepett a kutatás során, hogyha összességében megnézzük, 770 év alatt, ugye az 1205-ös távollét és az 1978-as távollét között 135 évet külföldön volt a magyar korona. Tehát a történetének hatodát külföldön töltötte. Ez önmagában is döbbenetes, viszont jól mutatja a magyar történelem hát sorsfordulóit, akár a török tatárhódítást, a 48-as szabadságharc traumáját, vagy akár a Trianont követő állapotokat, vagy a második világháborút. Ez önmagában a kutatást is meglepte. Az kevésbé lepett meg minket, hogy Ausztriában volt legtöbbször, hiszen az külföldre vitelek többsége az ugye a 16. század után következett be, és mivel a magyar uralkodó Bécsben tartózkodott, ezért természetesen a bécsi udvarába menekítette a koronát. Ennek egyébként örülni is lehet. Miért? Mert ez a kimutatás azt is mutatja, hogy sosem került keleti hódító kezébe. Mert ha a tatárok elviszik, vagy az oszmánok elviszik, vagy a szovjetek elviszik, akkor én ma nem tartom ezt az előadást itt Királyhelmecen, mert hát akkor a Szent Korona nincs meg. Ugye, ha Szulejmán szultán elviszi, akkor az isztambuli kincstárban lenne legjobb esetben. Ha a szovjetek elviszik, hát akkor lehet, hogy még Nyizsnyi Novgorodban, vagy az Urálban valamelyik kincstárban lenne, vagy a Krem kincstárában. Ha nagyon jól alakultak volna a szovjet-magyar kapcsolatok, ugye 48-as zászlókat kaptunk vissza gesztusként a II. Világháborút követően, de azt hiszem a Szent Koronát nem valószínű, hogy visszaadták volna, tehát mindig nyugatra menekítik, ami tehát azért pozitívum, mert a magyar történelem összességében a nyugati keresztény kultúrkörrel, tehát európai történelme, és nem a keleti hódítók történetével függ alapvetően össze, és ez még a Szent Korona alapján is rekonstruálható. Legtávolabb természetesen Amerikában volt, ugye ezt meg sem kell kérdezni. Az új kutatásokból kiderült, hogy ott még nem csak autóval, hajóval, repülővel, hanem még helikopterrel is szállították a Fort Knox-i erődből Bill Clinton szülővárosába. A legfrissebb kutatások szerint egy katonai helikopterre vitték, mielőtt Magyarországra visszaszállítják Washington DC-ből, és látják, hogy sok ezer kilométer mellett sok száz kilométeres útjai voltak. Ugye ma ide 3,5 óra alatt leutoztunk kocsival a Királyhelmecre, de azért a 700 kilométert az Adriai tengerpartig, vagy a 400 kilométert Passóig megtenni a sok hetes utazásába telt különleges logisztikával a Szent Koronának, de még a 80 kilométeres pozsonyi utazást is egy vagy két nap alatt tették meg. A hazatérések azok már egységesebbek, mert általában koronázásra tér haza vissza a korona. Ugye ez jól mutatja, amiről beszéltünk, hogy a Szent Korona az uralkodói legitimáció szempontjából legfontosabb, tehát a 11 hazatérésből 7 koronázásra történt. Az új uralkodó mindent megtesz annak érdekében, hogy a koronát visszaszerezze, hiszen csak akkor lesz legitim király, még akár Hunyadi Mátyás is. 1458-ban már hatalomra került, de még 6 évig küzd azért, hogy a Szent Koronát visszaszerezze, és a magyarországi GDP-nek, hát nehéz megbecsülni, de van, akik azt mondják, hogy az akkori GDP felét ajánlotta a Szent Koronáért, tehát tisztában volt a korona jelentőségével. Ugye ma azért a GDP sokkal nagyobb, mint akkor, vagy más jellegű, és más teendőkből is, területekből is összetevődik, de nagyon komoly váltságdíjat fizetett a koronáért. Nézzük még akkor azt, hogy törvénytelenek-e az elvitelek, mert nagyon gyakran azt szokták mondani, hogy a koronát külföldre törvénytelen viszik el. Ezt is árnyalta a kutatás, hiszen amíg nem volt róla törvény, addig nem lehet törvénytelen, és először 1608-ban hoztak róla törvényt, tehát az első 5 külföldre vitel, az már csak azért sem törvénytelen, mert gyakran magyar viszi el magyar elől, tehát
magyarországi királynék vesznek részt az elrablásában. Törvény csak 1608-ban a magyar parlamenthoz róla, hogy külföldre Pozsonyból nem szállítható. Ennek ellenére a 17. században, mint láthatták, háromszor is elvitték a hosszú 17. században, 63-ban kétszer a törökök, egyszer a kurucok elől. Ezek tehát törvénysértések voltak. A törvénysértés azonban nagyon érdekes, és milyen különleges a politika, mert a törvénysértés magyar kezdeményezésre történt, hiszen a török vagy a kuruc hadak elől a magyar koronaőrök kérik az uralkodót, hogy vigye el a koronát. Tehát magyarok kérik az uralkodót, hogy vigye el, nem szeretnek részt venni a törvénysértésben. A törvénysértés rákenik az uralkodóra. Az uralkodó is ravasz azonban, mert ír egy dokumentumot, amelyben leírja, hogy tudja, hogy törvényt sértek, de már nincsen Magyarországon biztonságos hely, ezért el kell vitetni a koronát. Ráadásul ti magyarok értétek, és ezért tudom, hogy megszegem a törvényeket, megszegem koronázási eskümet, de ígérem, hogy amit lehet visszaadom, és ad is erről egy dokumentumot. És még az a különlegesség benne, hogy ezt a magyarokkal iratja meg. Tehát magyarok kérik, rákenik az uralkodóra, az uralkodó mentegetőzik, és a magyar tanácsadóival megiratja a választ. A magyarok a magyaroknak megírják a választ, és ezt a dokumentumot, amelyben igazolja, hogy tud a törvénysértésről, azt a koronaláda helyére el is helyezik. Ugye ma, ha elmennek könyvtárban, kivesznek egy könyvet, akkor a könyv helyére oda kerül egy cédula, ez ugyanilyen cédula, oda rakják a láda helyére, amikor visszahozzák a koronaládát, a koronázási jelvényeket, akkor a cédulát visszakapja az uralkodó, és mindenki örül, hogy újra visszakerült a törvényes helyére a magyar szent korona. Azonban a politikusok néha bölcsek, mert rájöttek, hogy hát lehet még háború Magyarországon, ezért 1712-15. Évi országgyűlésen módosították a törvényt, és beletették azt a kis klauzulát, hogy fenyegető veszély vagy szükség esetén elvihető a korona a nádor, azaz a miniszterelnök tudomásával. Jó is, hogy betették, hiszen mind 1853-ban, mind 1945-ben, megelőzően megújították az 1715. évi törvénycikket 1928-ban. A nádorok, tehát az mindenkori miniszterelnök tudomásával háborús időszakban vagy különleges körülmények között el lehetett vinni. Egyetlen egy eset volt kivétel, 1784, amikor uralkodói rendeletre viszik el, II. József rendeletére, Pozsonyból Bécsbe a koronázási jelvényeket, tiltakoznak ellene a magyarok, nincsen háború, békeidő van. Tehát ez a 11-ből valójában több törvénysértő, de igazi törvényszegő elvitel valójában csak egy van. Az összes többiben a magyar politikai elit is részt vett, és ráadásul amik a kivitelben általában nem vesznek részt, a visszahozatalban részt vesznek, hiszen a politikailag kényes dolgokban a politikus néha nem szeret részt venni, viszont a politikai ünneplésben, a reprezentációban, a ceremóniában részt vállal, és az ünnepélyes visszahozatalok ezután a magyar történelemben meghatározó fordulópontot is jelentenek. Ebből most hármat emelnék ki, a három zölddel jelzettet. 1608-ban, tehát Pozsonyba kerül vissza a korona, ekkor megtörténik az első magyar-habsburg kiegyezés, ugye megjelenik a koronáról az első nyomtatvány, amelyen láthatjuk, hogy egyenes a kereszt, felkerül a címerre, sőt, bármilyen furcsa, hölgyeim és uraim, hogy ma a parlamentben van a korona, az ennek az eseménynek köszönhető, hiszen a magyar politikusok, a magyar politikai elit tagjai elkezdik a rendi elittel, a rendi nemzettel, azaz a parlamenti képviselőkkel is azonosítani a koronát. Tehát azt mondják, hogy a korona már nem csak az uralkodót, nem csak az uralkodói hatalmat, nem csak a királyságot, hanem minket, a politikai nemzetet is jelképezi. Ugye 2000-ben a mai miniszterelnök ennek köszönhetően vitetette át a koronát a parlamentbe. Ugye jogász képzettséggel bírnak sokan a mai politikai elitből, és nyilván tanulták az alkotmányjogi órán, hogy 1608-ban milyen fontos esemény történt Magyarországon. Tehát a pozsonyi hazahozatalnak nem csak az köszönhető, hogy fölkerül a Szent Korona címere, hanem azzal is összefüggésben áll, hogy ma miért a parlamentben őrzik a magyar Szent Koronát és a koronázási jelvények egy részét. 1790 azért fontos, mert II. József abszolutisztikus uralma után már Budára kerül vissza a korona, ez fontos szerepet játszik abban, hogy újra egy hosszú idő után Pozsony követően majd Buda lehet ma Magyar Királyság fővárosa, és az 1978-as hazahozata
Azért különleges, mert akkor múzeumba kerül, a Pesti Nemzeti Múzeumba, az amerikaiak ragaszkodnak hozzá, hogy a magyar nép adja vissza, magyar nép kapja vissza az amerikaiaktól. A Kádár rendszer felbomlasztásában is fontos szerepet játszik. Jól lehet, Kádárék szerették volna kihasználni saját hatalmuk legitimálására, de sokkal többet ártott a rendszernek, mint amennyit hozott, hiszen 1978-ban kommunizmusban vagyunk, ugye annak már a szocializmus időszakában, és akkor Szent Istvánról kezdenek el beszélni, Szent Koronáról művek születnek, Tóth Endre könyvét megelőzően az első modernebb összefoglalásokat írják meg történész elődeink. Szent Istvánról könyvek sora születik meg, tehát egy kommunista országban egy szent ágyról kezdtek el beszélni, és ez alapvető szerepet játszott abban, hogy a történetírásban is fejlődött a Szent István államáról való közgondolkodás, és a Kádár rendszer bomlasztásához is hozzájárult, nem is beszélve a tudományos kutatásokról. A különleges visszahozatalokról különleges képek is készülnek. Ez az 1608-ban, amikor Prága mellett II. Rudolf visszaadja a magyaroknak, ugye ekkor fegyveres erővel sorakozik föl Habsburg Mátyás főherceg, és az ő segítségével hozzák vissza először Bécsbe, majd a Prágába a koronát. Erről ilyen gyönyörű ábrázolásunk is fennmaradt. Egyébként itt ebben a sátorban állították ki a koronázási jelvényeket, és egy képviselő, vagyis aki ott megnézhette, még a koronázási palástot is részletesen leírta. Pejak tanár úr már említette, hogy a fotók milyen fontos szerepet játszanak az parlament történetében. A fotók nagyon fontos szerepet játszanak a politikusok életében. A fotókkal azonban vigyázni kell, hogy nem retusáltak-e. Ugye, hogy nem teszek rá más szereplőt, mert ma már ez egy program segítségével egy pillanat alatt van, hogy egyik figurának kicserélem a fejét, vagy rámontázsolok egy képet. Egyébként, amikor 2000-ben a korona parlamentbe került, ott is vannak ilyen fotók, amik több fotóból készültek egymásra retusálva. Tehát ezt ma már a modern fototechnika megengedi. Én ennek egy 17. századi példáját hozom. Ugye látjuk itt, ezen a képen, hogy itt adják át a koronázási jelvényeket, ez az írott forrásokból is tudjuk, hogy felvonuló hadak meghozzák Prága várából a koronát, és ebben a sátorban átadják ott egy szűk kör előtt. Hát ez a korabeli propagandának nem volt elég, ezért ezt egy kicsit kiszínezte, és először már a nagysereg előtt nyilvános ünnepélyes átadás volt, sőt a nyomtatott metszeten már nem volt elég a nyilvános átadás, hanem ott már Rudolf császár, aki kísért a prágai várból, már ő is ott van személyesen a ceremónián, tehát a valóságos eseményt már a 17. században is a sajtó egészen másként mutatta be, és a nagy európai közvéleménynek úgy kellett ezt tálalni, hogy II. Rudolf császár visszaadja Habsburg Mátyásnak, azaz testvérének és a magyar rendeknek, az itt fokossal felsorakozó magyar huszároknak a Szent Koronát. Hát a valóság azért nem így történt. Nem volt ott II. Rudolf. Nem annyi étmezőn történt, hanem egy sátorban. És az események, a képi ábrázolások nem feltétlenül egyeznek meg forrásokban rekonstruálható története. Tehát van a történetnek egy valósága, és van egy propagandisztikus része, és van egy képi ábrázolás története, és ha mindezeket feltárjuk, akkor egy különleges történetet kaphatunk meg. 1790-ben itt őrizték tehát a koronát, ide kerül vissza 1808-ban, ezt most átugorjuk. 1790-ben sem így jön azért vissza a korona Budára, de a metszeten így kellett ábrázolni, nagy díszes menetben kanyarog a korona. Természetesen minden szereplőt fölpróbáltak helyezni a korabeli metszetre, az ábrázolás természetesen csak részben felel meg a valóságnak. A fotók már egy kicsit jobbak, majd a legmodernebb időkből, de előtte még hadd mutassam meg a koronázási jelvények egyik legkorábbi színes ábrázolását 1790-ből, amikor Budára kerülnek vissza. Ugye itt már felfedezik, hogy Ferde ennek ellenére még sok ábrázolás hosszú ideig egyenesnek mutatja, mert nagyon nehéz volt megszokni a magyar köztudatnak, hogy a koronán elferdült a kereszt, mintha ma visszaferdíteném, ennek ellenére mindenki még több évtizedig ferdeként
ábrázolná, hiszen mi Ferdinek szoktuk meg, elődeink egyenesnek szokták meg, és nagyon nehéz volt elfogadni elferdülését. 1853-ban azonban már a megtaláláskor, az orsovai megtaláláskor is ferdeként mutatják be, koronázási kard ábrázolása nem hiteles, oda csak berajzoltak egy körülbelüli kardot, az nem felel meg még nagyjából sem a mai valóságnak. És itt azt is láthatják, hogy a fiatal Ferenc József megnézi a hozzá kivitt koronázási jelvényeket, és akkor az utolsó ábrázolás, az a legkorábbi színes fénykép. Ki mit gondol, mikor készült? Így van, 78, szuper. Hol készült? A múzeumban vitték, először ugye a parlamentben történik az átadás, ugye ezt láthatjuk itt a képen. Ez a fotó azért különleges, mert most egy kolléganő a parlamenti múzeumban a korona fotótörténetével is foglalkozik. Remélem, hogy arról is egyszer az Országház könyvkiadó egy hasonlóan szép könyvet ad majd ki. Ez a fotó viszont még Amerikában készült. 1978-ban, tehát a visszaadás előtt Amerikában is fotózták, és azt is tudjuk, hogy még kint a tartózkodása idején is többször készült róla a fotó, tehát ez a legkorábbi eddig ismert színes fotó, sőt a legkorábbi fotót Plan Kiboly, a kolléganőnk nemrég, az elmúlt években 1880-ból találta meg, tehát 1880 óta vannak róla fotók. Nem sokszor fotózták, az utolsó nagy fotózás pedig Pejo tanár úr már említette a 2010-es évekből, és azok a szép képek vannak benne Tóth Endre könyvében is. És akkor, ha királyelmetszem vagyunk, nem hagyhattam ki, ha akarja az. Járt-e a Szent Korona királyelmetszem? Járt-e? Füzér, nagyon jó. Hú, de jó. 1527-ben Füzérvárában volt a Szent Korona. Igen? Nem. Füzérvárában, ha elmennek, ott 1526-27-ben egy nagyon rövid ideig volt. Remek válasz. Volt-e még a közelben? Nagyon közel. Sátoralja újét ki mondta? Nem, aranyvonattal nem volt. Hát akkor megint megérte eljönnöm. Mikor volt a közelben? 1805-ben majdnem járt királyelmetszem. Ugyanis akkor a napóleoni háborúk idején menekítették a koronát Budáról egészen Ungváron át Munkácsra. Ma egyébként az úton mondtam is kedves kollégáimnak, hogy majdnem azon az úton jöttünk, ahol a Szent Korona jött, ugye nem a 3-as úton, hanem az M3-ason. Ugye Pestről elindult, Gödöllőn keresztül, Jászárok szálláson éjszakázott, majd Mezőkövesden a plébánián, aztán szerencsén Olaszliszkán, Sátoralja újhelyen, és itt nem Királyhelmez felé jött, hanem Terebes, Nagymihály, Szobránc, Ungvár, tehát a Fölső úton, maguk jobban ismerik itt a környéket, lehet, hogy éppen a Bodrog miatt, nem tudom, vagy az útviszonyok kedvezőbbek voltak, vagy lehet, hogy úgy döntöttek, hogy Terebes és Nagymihály váraiban, várkastélyaiban jobban biztonságban lehet helyezni, valószínűleg inkább ez a megoldás. Tehát itt 1805. decemberében néhány, egy tucatnyi kilométerre innen volt a Szent Korona, sőt, amikor visszahozzák Munkácsról, ott még azt tudjuk, hogy Szerednyén, Ungváron keresztül jut el, itt van egy kis bizonytalanság még most a kutatásban, hogy Ungvártól hogyan viszik Mezőkövesre, de szinte biztos, hogy ugyanazon a Nagymihály Terebes sátoraljai útvonalon szerencsén át vissza. Tehát ekkor nagyon közel járt a Szent Korona. Napóleonnak köszönjük meg, hogy majdnem járt királyelmetszen. Járt azonban még kétszer a közelben, ugye aki figyelt az előadásra, amikor Erdélyből viszik át Bécsbe 1551-ben, akkor itt átviszik a nyírségen, egészen Kálló, Ecsed, Kassa környékén, tehát itt ebben a régióban ekkor érinti, aztán ugye a füzéri eset, amikor 1527-ben, 26-27-ben Perényi Péter viszi el a saját füzéri várába, és még van egy közeli távol, közeli esemény, amikor 1600
21-22-ben Bethlen Gábor menekíti Révői Péter koronaőrrel Ecsedre, akkor itt Tokaig és Ecsedig eljut a korona, ez is relatíve közel van Királyelmetszhez. Tehát háromszor viszonylag közel volt a korona, és egyszer majdnem járt Királyelmetszen, úgyhogy... Lehet, hogy az út jobb lett volna, ma is arra vinnék, ha itt elmenem. Így van. Az útonnal lenne választom. Ma is? Oké, okay, akkor megkaptam a választ. Ajánlanám erre hazamenni Magyarországra. Tehát, akkor... A honfoglalást le lehetne filmezni. Jó, akkor köszönjük, megvan a választ. Tehát a valószínű az útviszonyok, illetve talán a, ugye az egyik koronaőr Perényi volt, és a perényieknek itt jelentős birtokai voltak, és a tőketerebesi kastély, illetve vár, illetve a nagymihályi kastély nyilván kiválóan alkalmas volt a korona biztonságos elhelyezésére. Király Elmetszen akkor csak egy kisebb váracska volt. Jó. Összességében tehát az elmúlt évtizedben az általam vezetett korona, Szent Korona kutatócsoport eddig 25 kiadványt tett közzé, és ezt 14 nyelven tettük meg. Ennek néhány újdonságát mutattam meg most önöknek. Akit még érdekelne továbbra a korona története, csináltunk egy filmet is, talán néhányan látták már a televízióban, de hoztam róla a DVD-t. Ugye, míg az Országház könyvkiadó is publikáltok már DVD-ket? Publikálnak már DVD-ket, meg lehet nézni a katalógusban. Nekünk is célunk volt, hogy megszólítsuk a fiatalokat, és csináltunk egy 65 perces dokumentumfilmet. Van magyar nyelvű változata, hoztam belőle néhány darabot, akit érdekelne, és van egy 8 nyelvű változata, amelyen még szlovákul is megtekinthető a Szent Korona. Tehát sok-sok új kutatási eredményből most a mai napon ezek kerültek itt terítékre, de remélem előadásom így is bizonyíthatta, hogy lehet még újat mondani a Szent Koronáról. Köszönöm a figyelmüket, és ha van kérdésük, örömmel válaszolok. Bátran. Parancsolj. Hallottam egy olyan földrajzi megnevezést, hogy Lodoméria. Mi ez ma manapság? Lodoméria vagy Volhinia. Ez ugye ma az ukrán területek, mint Halics, Galícia. Ugye nem teljesen fedezi, ugye ezek változó történeti fogalmak. Olyan Galics az Gácsország, vagy Halics, Lodoméria vagy Volhinia. A 13. században időlegesen magyar Árpádházi magyar hercegeknek köszönhetően Magyarországhoz tartozó ma ukrajnai, nyugat-ukrajnai területrész, amely csak rövid ideig tartozott Magyarországhoz, majd később a 18. században, amikor ugye Lengyelországot felosztják, újra egy része a Habsburg monarchiához tartozik, már nem a magyar királysághoz, nem a magyar koronához, de a magyar uralkodók az utolsó királyokig ezen országok, ezen területek királyi igénycímét viselik és hordozzák is, ugyanúgy, mint Bulgáriáért is, és ugye nagyon paradox volt, hogy a bulgár király követe részt vesz az utolsó koronázáson, és közben a bulgár királyság címerét viszik a magyar szertartáson. A horvátok tiltakoztak is, hogy az ő címerüket is viszik, és egy kis politikai konfliktus is lett belőle. Tessék már nekem mondani egy kis érdekességet arról, hogy hogy lehet visszamenni a 1500-as években, hogy akkor ott volt-e az illető, tehát engem ez a kutatásnak a módja érdekel, hogy hova kell, ez mind könyvtárak? Nem, vagy? Abszolút nem könyvtár. Hogy lehet ez vissza? Ugye a könyvtárban mennénk, akkor könnyű helyzetünk lenne, hanem levéltárakban kutatunk, történeti levéltárakban, és azt próbáljuk nyomozni, hogy a korona kinél volt, kivel állhat összefüggésbe. A koronázások idején ez könnyű, mert a koronázások viszonylag jól dokumentáltak. A korábbihoz nagyon sokszor a szerencse is kell. Tehát szisztematikusan kutatjuk bécsi, pozsonyi, budapesti, velencei, spanyolországi, vatikáni és egyéb gyűjteményekben a koronára fellelhető dokumentumokat, és a többségében bécsi, pozsonyi és budapesti levéltárakból kerültek elő a legfontosabb dokumentumok. A koronázási jelvények legkorábbi ma ismert
leltára 1622-ből, az több évszázada ott volt a magyarországos levéltárban, a budai várban, de soha nem találta meg még senki, de szisztematikusan próbáljuk vizsgálni. Miért nehéz? Mert ugye nem úgy van, hogy bemegy a levéltárba és kikéri a magyar koronára vonatkozó dokumentumokat, mert ilyenek nincsenek. Ilyen jellegű úgynevezett történeti állagok, fondok, irategyüttesek nincsenek, hanem nézem azt, hogy ki volt az uralkodó, milyen kormányszerv hozhatott döntést arról, hogy a koronát hova menekítik, ki a koronaőr, az ő irathagyatékában lehet egy dokumentum, vagy mondjuk, hogy Király Helmecre való szállítást, azt kell kutatni az uralkodó levéltárában, tehát Bécsben, kell kutatni a kancellária levéltárában, kell kutatni a helytartótanács levéltárában, kell kutatni a koronaőr levéltárában, kell kutatni a nádor levéltárában, és lehet, hogy mindegyikben csak egy-egy dokumentum kerül elő. Vagy mondjuk a 1622-ben, hogy Bethlen elviszi a koronát, azt kell kutatni az összes település fennmaradt iratanyagában, ahol átvihették, mert mondjuk Kassán is van róla egy kis adalék, vagy éppen a lőcsei városi levéltárban találunk arra vonatkozó dokumentumot, hogy az ott lévő koronát szállító koronaőrségnek fizettek tyúkot, ha már itt a tyúktartásról volt szó, vagy bort utaltak ki, tehát nagyon sziszifuszi, néha nagy szerencsével járó munkának köszönhetően kerülnek ki a korona rejtélyei, de azért őszintén elmondom, hogy a szisztematikus munkát megjutalmazza a Jóisten, mert az összes komoly felfedezés az részben ilyen véletlennek köszönhetően következett be, hogy szisztematikusan néztük át a különböző levéltár egységeket, amelyekben esetleg lehet olyan személy, aki kapcsolatban áll koronával. Így került elő a koronaláda feltörésének dokumentuma, így jutottunk a nyomába a legkorábbi színes ábrázolásnak. Az 2,5 sort kezdtünk el nyomozni, amit Bécsben találtunk, mert egy bécsi történetíró kérte a korona, érdeklődött a korona ábrázolás után, és kiderült, hogy ő szerezte meg azután egy bécsi és egy augsburgi történetíró levelezett egymással, és szerzít meg egymásnak a Szent Korona legkorábbi ábrázolását. Tehát néha egy-egy sor, egy-egy ötlet után nyomozhatunk a korona történetére, de még mindig sok a fehér folt, mert ugye azt említettem, hogy a bakikat általában nem hozzák nyilvánosságra, vagy ha mondjuk leesett Sátoralja, Újhely és Terebes között a korona láda a szekérről, azt nyilván nem verték nagy dobra, de ha valaki azt megörökítette az emlékiratában, az lehet, hogy 200-300 év múlva derül ki. Tehát a 48-49-es láda feltöréseket is többnyire annak köszönhetően ismerjük, hogy utána a visszaemlékezők, tehát a 48-49-es szabadságharc részvevői emlékiratokat írtak, azokat a 19. században vagy a 20. században fokozatosan kiadták, és azokban ilyen elszólt morságból rekonstruálhatjuk a történetet. Vagy mondjak még példát, hogy... Kézzel írott dolgokat is kell. Ez mind kézzel írott. Hát ugye a 20. század előtt... Ez mind kézzel írott. Most nem hoztam el, de van egy kedves példám, de ebbe az előadásban nem... Nem egyszerű. Hát nem egyszerű, de ez a szakmánk. Most bánom, hogy nem tettem be az előadásba. Első lip, hogy még egy különleges dokumentumot mondjak önnek. A Szent Koronáról eddig egyetlen egy uralkodónak a saját kéziratos visszaemlékezését ismerjük, ez első Lipót volt. Na most első Lipót pont azt az eseményt írja le, ami szerepelt, hogy 1663-64-ben a török háború idején elviszik a Szent Koronát. Ezt ő maga leírta a történetét saját kezével. Borzasztó nehéz volt elolvasni, hiszen egyrészt nagyon csúnyán írt, élete második felében már a titkára is sem tudták elolvasni a saját az uralkodó kéziratát. Tehát ezt tanulni kell, ez a mesterségünk. Különböző nyelveken ezek a források többnyire latinul, németül, magyarul és egyéb nyelveken vannak, de mondjuk ez a három fő nyelv, ugye, mert a latin az országnyelve, a német a hivatali, bécsi kormányszervekkel való érintkezés nyelve, a magyar visszaemlékező, a naplóját, amit ott felolvastam, az is természetesen régi magyar kézírása volt a saját naplójában. Tehát a kutatások azok természetesen a 20. század elejéig kéziratos forrásokból történnek, de azért van egy csapat, ahol vagy a spanyolországi források, ugye spanyol nyelven, a Vatikánban őrzött források többsége olasz és latin nyelven van,
Erre mindegyikre megvan a szakértő kollégám, és akkor összedőgünk a fejünket, ha valamit nem tudunk a forrásban elolvasni, hogy ott mit is írhatott első Lipót a magyar koronáról. Parancsoljon! Szent István király gyakran, vagy talán sokszor, vagy állandóan a Szent Koronával a fején ábrázolja a szobrokon, képeken, és hozzá sok helyen még az erdő keresztül is. Így van. Most az igazság nem igaz. És ez miért engedik? Vagy miért van ez? Vagy mi ennek a lényege, hogy ezt a kettőt összehozzák? Így van, Szent Istvánt általában a Szent Koronával ábrázolják, és gyakran ugye még ferde keresztelés ráadásul előfordul az ábrázolásokon. Aki egy picit tudja, az egyenes keresztel ábrázolja. Ez a történet, ez azzal függ össze, hogy más a történeti hagyomány és más a valóság. Tehát ma már tudjuk, hogy Szent Istvánt biztosan nem a Szent Koronával koronázták. De egészen a 18. századig szinte mindenki úgy tudta, hogy Szent István fejére a Szent Korona került. Ma a tudományos kutatásnak köszönhetően, amely a 17. században kezdődött meg, és a 18. században már rájönnek, hogy nem azzal koronázták Szent István, sőt nem is a pápa adta Szent Istvánnak, hanem először úgy gondolták, mivel a görög zománc lemezeket felfedeztek rajta, hogy biztos Nagy Konstantin adományozta a pápának, és Nagy Konstantintól kapta Nagy Konstantin a pápának, pápa pedig Szent Istvánnak, tehát mindenki próbált ugye megfelelő választ adni arra, hogy miért vannak bizánci, görög, zománc lemezek a koronán. Ma tudjuk, hogy a korona mai állapotában biztosan nem lehetett Szent István fején, de ugye ez a történeti kikutatott valóság, de mivel több mint fél ezer esztendőn keresztül ezt a valóságot nem tudták, hiszen a koronát nem vizsgálták, a históriáját nem kutatták, ezért a 18. századtól kezdve a Szent Istvánról készült ábrázolásokon rendszeresen a Szent Korona van a fején, tehát van egy történeti valóság és van egy fiktív ábrázolásmód, a kettő nem ér egybe, de nem baj, mert nem kell egybeérnie, más egy tárgy kikutatott valóságos története, és más egy szimbolikus története. Hadd mondjak erre még néhány példát. A koronázási jelvények között ott van a kard, mint Szent István kardja. Az a kard biztos, hogy nem volt Szent István kardja sohasem, hiszen egy 15. század végi észak-itáliai alkotás. A kard bekerül az együttesbe, vagy a 16. század második felében, vagy a 17. század elején. A politikusok kiválasztanak egy olyan kardot, ami réginek tűnik, akár még Szent István is lehetett. 17. század elejé politikusnak nem kellett tudnia egy kardról, hogy az milyen régi, és nem is tudta. Ráadásul egy jó használati tárgyat, amellyel még ugye négy kardvágást is meg lehet tenni, de rögtön rámondják, hogy ez Szent István kardja, és így tartja azután a történeti hagyomány a 20. század közepéig, tehát amikor még szálasség idejében menekítik a kardot is a Szent Koronával, akkor is azt írják le, hogy Szent István kardja, mert hogy az egész kollekciót, és ugye ez a lényeg, Szent Istvánhoz kötik, a Szent Királyokhoz kötik, mert hogy a Szent Király egykori koronájának helyére lépő koronáról van szó a mai tudomásunk szerint. Tehát amikor, nem tudjuk pontosan mikor, ugye Tóth Endre sem foglal teljességi ellenállást, vagy a 11. vagy a 12. században az elveszett Szent Istváni korona helyére ez a Szent Korona belép, akkor ugye a Szent Istváni korona pótlására, a Szent Királyok koronájának pótlására kerül, és utána évszázadokon keresztül mindenki úgy tudja, hogy Szent István koronája. Így tudja a kardról is. A kardról már a 19. században megállapítja a kutatás, hogy biztos, hogy 15. századi. Ennek ellenére a történeti kutatás valóságát, a történeti hagyomány és a történeti kutatás valósága nem kapcsolódik össze, de ez nem baj. Ha ma én az én gyűrűmet behelyezném a parlamentbe a Szent Korona mellé, és rámondanám, hogy ez Szent István király gyűrűje, 200 év múlva mindenki azt mondaná, hogy ez Szent István király gyűrűje. Mert egy tárgynak a szimbolikus történetének és a valóságos történetének nem kell egybeesnie. De ettől szép. De nem magyar sajátosság,
cseh-német koronázás jelvények esetében is minden egyes tárgy különböző időszakokban kerül bele az együttesbe, de mivel a magyar Szent Korona a Szent Istváni, Szent Királyokhoz köthető és a Szent Istváni államiságot jelképezi, ezért az egész kollekciónak ennek a körbe kell beilleszkednie. Tehát van egy politikai, szimbolikus, a valósággal nem megegyező jelentősége, és van egy olyan, amit a kutatók már több évszázad alatt feltárnak, és megállapítják, hogy az egyes tárgyak milyen időszakokból származnak. Ettől szép, ettől még különlegesebb, ettől még érdekesebb a Szent Korona története. Remélem, hogy kielégítette a választ. Van-e olyan tárgy a koronázási ékszerek között, ami volt a Szent István király kezében, vagy rajta, vagy... Ha elolvasod Tóth Endre könyvét, akkor abból egyértelműen kiderül, hogy a palást biztosan Szent István korabeli, 1031-es felirat van rajta. A keletkezése kapcsán vitatkoznak, de ugye azon még Szent István ábrázolása is rajta van. Szent István biztos, hogy látta, tehát a palást egyértelműen Szent István korabeli datált, 1031 Magyarországon készült, rajta van az uralkodó, sőt a felesége is. Az egyetlen ábrázolás egyébként Szent Istvánról. Ugye nem ezzel a Szent Koronával, hanem a korabeli, egy korabeli koronatípussal, amely eltér ettől. És még van egy tárgy, amely valószínűleg megvolt Szent István korában, a jogar, amelyről azt feltételez éppen Tóth Endre kutatása, hogy az még régebbi. Tehát a legrégebbi tárgy a jogar, az akár a Szent István kora előtt is keletkezhetett, és utána kerül be az együttesbe, a második a palást, a harmadik a korona, a negyedik a az országalma, amely 14. század elejé, legalábbis a rajta lévő címer alapján arra datálják, a kard az 5., és még van a láda a 6., és kerültek elő cipellők az elmúlt időszakban, amelyeket elveszettek ittünk, azok 7., 8. helyet foglalják el. Talán röviden így, tehát a különböző koronázási jelvények különböző időpontokban kerülnek be a Szent Istváni kollekcióba. Palást a legrégibb, Palást a második legrégibb, de az biztos, hogy látta Szent István. Biztosan mondhatom, hogy a valódi. Ezt is gyakran megkérdezik. Hogyan lehet erre választ adni? Mi alapján mondom meg egy tárgyról, hogy valódi, vagy hamisítvány, vagy másolat? Tessék? Nem. Miért? Hát hogy mondja meg, hogy a Warburgja, vagy a Porsche-ja, vagy a Fordja az, ami a magáé, vagy a szomszédjáé. Mindegyik kék, mindegyik ugyanaz a márka. Hogy, rendszámot ellopták, egyiken sincs rendszám. Hogy, mi alapján mondja meg? Gyártási szám, de a koronán nincsen gyártási szám. Akkor ha nincs a kocsiján gyártási szám, mi alapján mondja meg, hogy a magáé vagy a szomszédnak a Fordja? Na? Tessék? Nem, az kevés. Nagyon jó, kimondta a sérülést. Szuper. A sérülés a kulcs. Ha tudja, hogy kétszer karambolozott vele, vagy a felesége megtolta a szemetes ládát a bolt előtt, annak nyoma van, még ha jól kikalapálják is. Na ez a korona titka. A koronát a sérülései alapján lehet jól azonosítani, mert hogy a sérülést egy másolaton szinte lehetetlen hamisítani. Amikor 1978-ban kimentek a magyar szakértők, hogy azonosítsák a Szent Koronát, akkor képzeljék el, olyan szakértők mentek ki, akik sohasem látták élőben a Szent Koronát, hiszen nem láthatták. Hiszen 1945-ben ugye külföldre kerül a korona, azonban voltak fényképek, a fényképen láthatták a sérülést, és van egy legenda, amely valószínűleg megfelel a valóságnak, hogy Kovács Éva és Szvetnik Joachim volt a két szakértő, egy híres művészettörténész és egy kiváló ötvös mester, és 5 perc után nevettek, és mondták, hogy ez a Szent Korona. Mondták az amerikaiak, hát ez lehetetlen, maguk meg se vizsgálták, hogy honnan tudják.
Svetnik Joaim csak azt mondta, hát megnéztem azt az 5 sérülést, amiről van róla, volt róla fotó, azok teljességgel egyeznek, biztosan ez a tárgyunk. Ez a kulcsa. Sok másolat van ma a Szent Koronáról, de hamisítani nagyon nehéz. Egyrészt, mert nincsenek olyan drága kövek, nincsenek olyan anyagok, másrészt a sérüléseket a sérült fordjának a benyomódását ugyanúgy nehéz hamisítani, ugyanez a Szent Korona titka is, tehát a Szent Korona sérülései valójában nehezen követhetők. Én még nem láttam olyan másolatot, amely kiválóan tudta volna, és ha megnézik az eredetit, akkor azon látszik, hogy azt az évszázadok nagyon-nagyon megviselték, és hát olyan rozoga áll. Nem rossz, de kicsit rozoga állapotban van, de így a miénk, így a mi Szent Koronánk, tehát sérüléseivel és horpadásaival együtt, elferdült keresztjével együtt, vagy éppen a csüngők, az összes csüngőből, Tóth Endre könyve az összes csüngőt megmutatja, hát ott alig van fél drága kő, ami már eredeti, mert hogy szinte mind kipotyogott, és tudjuk, hogy a koronázások alkalmával szinte nem volt olyan koronázás, amikor mondjuk valami ne esett volna ki a koronázásból, utána az gyorsan visszareparálják, tehát nem mindig sikerül olyan tökéletesen. Ezeket a reparálásokat a legjobb ötvös mester sem tudja ma leutánozni. Magyarul nyugodjanak meg a parlamentben, az eredeti Szent Korona van, tehát megvan, nem lopták el, se labancok, se kurucok, se amerikaiak, az eredeti Szent Korona látható a parlamentben. Támogatná a kereszt kiegyenesítést? Nem. Ugye ez egyrészt miért egyenesítenénk ki? Ezt ma már nekünk megszoktuk, hogy másrészt akkor ilyen alapon az összes sérülést javíthatnánk. Egy restaurálás lehet, hogy bizonyos részeire ráférne, de a markáns javítást én... Ha ez kibírt 1000 évet, még kibír néhány ezret. Szerencsére nem egy textiltárgyról van szó, ami ugye komoly restaurálást igényel, tehát a palástra ráférne egy komoly restaurálás. Szerencsére az amerikaiak nagyon jól őrizték a II. Világháborút követően. A koronát külön, másrészt melyik állapotot állítom vissza? Ugye nem tudom, hogy az elferdülés egyszerre történt, vagy még többszöri folyamatban. Ugye ráadásul ez a mostani ferdesség, ez egy utólagos rögzítés, mert ugye volt olyan, amikor a modern időszakban a keresztet leszerelték és visszaszerelték, és egy kis restaurálás történt. Most, hogy 23 fokban, vagy 24 fokban, vagy 25 fokban, melyiket restauráljuk? Én nem nyúlnék a... Ez így szép, így jelképezi a magyar történelmet az összes fordulópontjával, sérülésével, kalandjával együtt. Parancsolja? Minden része kelleti, mert olvastam, hogy valamit eloptak róla, és az osztrákok is. Ugye sok a legenda, hogy minden része eredeti-e. Ugye mi az, hogy eredeti? Biztos, hogy vannak róla a cserélt lemezek, csak nem tudjuk, hogy a cserék mikor történtek. Vannak olyan elképzelések, hogy a modern korban, ugye II. József uralkodása cserék történtek, a jelenlegi friss kutatások is, Tóth Endre is úgy véli, hogy ezek nem felelnek meg a valóságnak. Ha voltak rajta cserék, akkor az mondjuk Bizáncban történt a 11. században, az elképzelhető. A köveknek egy jelentős része javított. Cserélt, javítgatott, kiesett, pótolt, cínezett. Ugye mind a három része el van törve, azokat szegecselték, sok-sok javítása van. Tehát eredeti is, meg nem is. Tehát ugye eredeti a Ford autó, amely össze volt 5-ször törve. Persze, hogy eredeti a sérüléseivel együtt. Tehát a korona eredeti minden egyes hányattatásával, problémájával, sérüléseivel együtt. Egyébként az az igazság, hogy erről külön könyv is született, és nagyon nehéz megmondani a 19. századig a sérülések biztos voltak. 19. századtól már jobban dokumentált, de ugye ezt, mivel csak a koronázásokra használták a koronát, és nagyon kevés a képi ábrázolás, ugye alig tudtam mutatni néhányat, fényképek nincsenek, tehát hiteles ábrázolásunk kevés, ezért valójában csak olyan leírásokból
tudjuk rekonstruálni, hogy kiesett egy drága kő, leszakadt egy csüngő, megjavították, a kereszt elferdülhetett, de nagyon kevés a biztos fogolcó, mert ugye, ha volt baki, amint említettem, azt nagyon nehéz megragadni, vagy nagyon nehéz az arra vonatkozó forrást megtalálni. Tehát a kutatásnak vannak korlátai, valószínű a keletkezést sohasem fogjuk tudni, vagy csak akkor fogjuk tudni, amit a feleségemnek szoktam mondani, ha már odaállt kerülünk, és az Árpád-házi királyokkal kapcsolatba kerülünk a mennyországba, akkor megkérdezhetjük tőlük, hogy melyik időszakában keletkezett a Szent Korona, de ahhoz ugye a mennybe kell kerülni a szentek közé. És reméljük, hogy a szent királyok is ott lesznek. Parancsoljon! Létezik egy festmény Mária Teréziáról, a koronázás végzett, van a császári korona is, és a magyar szent korona is, amelyen állítólag a Szűz Mária képen. Mi az igaz? Ilyen kép nem létezik, olyan kép létezik, ahol a szent korona látható, de tudtam, mert a Szűz Mária nincs rajta képen, tehát az én információm szerint ilyen kép nincs. Amit még ehhez hozzá kell tenni, hogy az uralkodókat nagyon gyakran ábrázolják a különböző koronákkal együtt. Na most Mária Terézia biztos, hogy soha nem volt együtt a császári, a cseh és a magyar koronával. Ezek fiktív ábrázolások, előképek alapján. Ugyanis, ha őt magyar királynéként ábrázolják, akkor a magyar koronával ábrázolják. Az is részben fiktív ábrázolás, mert ha nem készítette el a mester ott a koronázás alkalmával, akkor kapott egy skiccet, vagy egy előképet, és annak megfelelően készíti el a királynénak a koronás portréját. A császári korona és a magyar korona és a cseh korona sohasem volt együtt. Igen. Azon három van, vagy egy van? Ezen itt látok több koronát. Így van. Az ilyen esemény biztos, hogy nem volt Mária Terézia életében. Miért? Mert a magyar koronát Pozsonyban őrizték, a cseh koronát Prágában, majd Bécsben, a császári koronát meg Nürnbergben. És nem hozták össze együtt, még Mária Terézia kedvéért sem. Nem is volt császár. Hozzátéve, hogy nem is volt császár. Tessék? A festményt úgy, hogy a festő kapott egy képet a császári koronáról, kapott egy képet a cseh koronáról, és kapott egy előképet a magyar koronáról, és ezt mindet egymás mellé festette. Hadd tegyem hozzá, hogy egyetlen egy kivételünk van. Amit én mutattam önöknek, egy nagyon érdekes festményt, megpróbálom megkeresni, ami úgy tudjuk, hogy a valóságnak megfelelően készül. Tehát a koronákat nem hozták egybe a királynak kedvéért sem, viszont itt van. Ezen az ábrázoláson harmadik Ferdinánd a Szent Koronával látható, és ez a koronázás 1625. december 8-án volt Sopronban. A festmény tudjuk, hogy 1626. január közepére elkészül. Itt biztos, hogy a festő vagy ott volt a koronázáson, vagy a koronázáson készült előkép alapján készítette a Szent Korona ábrázolását. De ez szinte kivételnek számít. Ugye őt már olyan, itt nincs se a cseh korona, se a császári korona, tehát ez nagyon-nagyon ritkaság. És ennek köszönhető egyébként, hogy a Szent Korona egyik legkorábbi meglehetősen hiteles ábrázolása ott látható. De ugye ez azt jelenti a kérdésére, hogy kapott a festő mondjuk 20 percet, hogy készítsen egy skiccet a koronáról, a skiccet elkészítette, és a skicc alapján utána otthon elkészítette a festményt, mert így neki nem állt az uralkodó, természetesen nem állt órákig pózba a Szent Koronával. Egyrészt egy uralkodótól ezt nem kérdették, másképp nem is volt szokás. Magyarul az ő koronázási portréink, uralkodói portréink többsége a koronával úgy készül, hogy nincs ott a valós tárgy, hanem a festő kap egy előképet, vagy egyszer valahol láthatta a koronát, de azt csak koronázáson láthatja, vagy nyomtatott előképet kap, amit kiszínez, és ennek
Ennek köszönhetően így módon készülnek el az ábrázolások. Tehát itt is ugyanaz a helyzet, hogy van egy történeti valóság, de a festmény nem a történeti valóságot ábrázolja, tehát Mária Terézia nem állott az összes koronája előtt soha, hanem azt fejezi ki a kép, hogy Mária Terézia egyrészt magyar királynő, cseh királynő, és német-római császárné, tehát a császár felesége, és ezt a hármasságot jelképezik a három koronában. Ha nincs több kérdés, akkor nagyon köszönöm az aktív érdeklődést, és szeretettel ajánlom önöknek a kiadványokat és figyelmet.